olyan biológiai törvényszerűséget fedezett fel, ami egyszerűen feje tetejére állítja a mai orvosi gondolkodást. Logikus, egyértelmű, egyszerű, mindenki számára felfogható. Sajnos, hogy az élete tragédiájának köszönheti mindezt, hiszen tudjuk, hogy 19 éves fia a karjai közt halt meg, bár 111 napon keresztül küzdött a fia életéért, Hammer doktor, Dirk Hammerről van szó, akit az olasz trónörökös, ugye a savoyai herceg két pisztolylövéssel halálosan megsebesített, és a haláltusája 111 napon keresztül tartott. Nos, Hammer doktornak tudjuk, hogy a fia halála után, rövid idővel, két hónapon belül rendes herredaganata alakult ki, és elgondolkodott a kolléga azon, hogy kell legyen valami kapcsolat az ő herredaganata és a fia halála elvesztése között, hiszen addig ő teljesen egészséges volt. És ez a gondolat indította el Hammer doktort abba az irányba, hogy elkezdje keresni a lelki megrázkódtatások és a, hát mondjam, az a betegségek közötti kapcsolatot. Az első biológiai természet törvényt a rák vas törvényének nevezte el, ezt 1981-ben írta le, és mindaz, amiről beszélni fogunk, az 1982-ben történik, csak előre szólok. Tehát egészen korai szakaszról van szó. 81-ben Hammer doktor novemberben közölte a rák vas törvényét, ugye a daganattal foglalkozott, addigra már több mint 500 daganatos beteget megvizsgált, és rájött arra, hogy mindig egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, egy váratlan meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatás az, ami elindít bennünk egy biológiai programot, ha magányosan éljük meg, és benne ragadunk a konfliktusba. Ez a DHS, amit itt rövidítésben láttunk, ez azt jelenti, hogy Dirk Hammer szindróma. A fiáról, Dirk Hammerről nevezte el azt az öt kritériumot, ami szükséges ahhoz, hogy egy biológiai válasz elinduljon a szervezetünkben. Na de kérem szépen, ha tudjuk, hogy mi az, ami elindít bennünk egy biológiai választ, akkor már is tudjuk a megoldást is. Tehát mindig lesz az életünkben váratlan, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás. Ez ellen nincs védelem. De az, hogy én meddig ülök a konfliktusba, és milyen magányosan élem meg, ez csak és kizárólag tőlem függ. És már is mondom a megoldást erre, nem újjék el nap a te haragoddal. Ugye mindenki hallotta már ezt a mondatot. És hogyha le tudnánk zárni a mai napunkat is békével, és minden kellemetlenséget el tudnánk engedni hálával a szívünkbe, akkor meg se tudnánk betegedni. Hammer doktor leírja, hogy ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indít el egy szervi elváltozást. Vagyis megfordítva, nincsen szervi elváltozás senkiben sem, anélkül, hogy ne lenne benne egy olyan lelki megrázkódtatás, amit még nem oldott meg. Ráadásul a DHS pillanatában, a konfliktus pillanatában rögzítjük a sineket, rögzítjük azokat a körülményeket, amelyek emlékeztetni fognak minket, ha hasonló körülmények közé kerülünk, hogy akkor már felkészülten a programot már végig tudjuk futtatni, és pont ez lesz az, ami a krónikus betegségeknek jelenti a lényegét. Na most az állatvilágban ugye a vadállatok nem járnak állatorvoshoz. Milyen érdekes, miért? Mert ők biológiai lények, és ösztönösen kerülik a sineket. Tehát ha valahol megütötte a bokáját, azt a területet szélesítben kikerüli minden vadállat. De ők mindig el vannak foglalva azzal, hogy a pillanatban éljenek. Nekik minden pillanatban figyelniük kell. Ők csak a pillanatra figyelnek. El kell döntsék, hogy üss vagy fuss. De az ember már nincs ilyen körülmények között. Nyugodtan, lazán élünk, és a legkevesebbet a pillanatban vagyunk jelen. Vagy a jövőtől félünk, vagy a múltat nem tudjuk feldolgozni. De a biológiánk itt és most pont erre reagál. És ez lesz az, ami fönntart bennünk egy krónikus folyamatot. És ez lesz az, ami fönntart bennünk egy úgynevezett betegséget. De ne feledjük el, hogy nem az számít, hogy mi történt. Soha nem a történet számít. Egyetlen valóság az én megélésem. Ezt azért emeltem ide be piros betűkkel, Hammer doktor szövegébe,
Mert pontosan arról van szó, hogy nem az a lényeg, hogy mi történt. És itt Hammer doktornak egy példája a könyvéből jelenik meg, hogy egy nő ágyban találja férjét egy másik nővel. Na és akkor mi van? A világirodalom erről szól, nem? Legtöbb részt. Ezekből vannak a nagy történetek. És az a kérdés, hogy az a nő hogyan élte meg ezt a konfliktust. Egy szexuális, frusztrációs konfliktusnak élte meg. Miért egy másik nővel bújik az ágyba? Miért nem velem? Tehát gyakorlatilag minden nap eszébe jut, hogy reggel 10-kor, mikor én hazamentem, a Bélát ott találtam egy másik nővel az ágyban. És ezt nem oldotta meg, nem beszélték meg. Ennek a fenntartott biológiai programnak a következménye, a méhnyak érintettsége, ha hosszú ideig feláll, akkor a méhnyak nyálkahártyája fekélyesedik, amit úgy fognak hívni, hogy méhnyakrák. Központi önleértékelést él meg mondjuk egy kétgyerekes anyuka, aki már egy kicsit kiment a formájából, kinyitja az ajtót, egy szót nem szól, becsukja és kimegy. Miért? Mert leírja magát a személyiségében, ami azt jelenti, hogy az ágyéki gerincoszlopot fogja szétszedni. Ugye emlékszünk a gerincről szóló előadásban, hogy mindig a derékfájás azt jelenti, hogy helyre teszek egy a személyiségem megélt önleértékelési konfliktust. De ha ezt egy szexuális tartalmú önleértékelésnek éli meg, hogy már pedig én arra képtelen vagyok, amit én ott láttam, amikor kinyitottam az ajtót, akkor a szemérem csontját, a szimfizist fogja szétszedni. Ilyen esettel is találkoztam, a csontos varratot a szervezet teljesen lebontja, és természetes, hogy hatalmas fájdalommal gyógyul. De megélheti a hölgy azt is, hogy én már nem érek semmit sem az ágyban, ez is a szemérem csontját fogja ugye érinteni, de előfordul az, hogy mondjuk egy prostituáltal találja a férjét az ágyban, és ezt meg szoktam turbózni, hogy kinyitja a kedves hölgyem az ajtót, és meglátja a férjét egy másik pasassal helytelenkedni az ágyba. Na hát mit fog akkor? Meg is ijed, meg is undorodik. Ugye ez az undorfélelmi konfliktus, aminek a következménye az, hogyha valaki undorodik, nem eszik. Na de ha nem eszik, akkor éhen hal. Tehát mi lesz a következmény? Zuhanni fog a vércukra, valahányszor sínre kerül a története, rettenetesen éhes lesz, és muszáj lesz ennie. Na most ez a történet, hogyha nincs feloldva, és a hölgy közben várandós lesz, akkor ebből alakul ki a terhességi diabétesz, mert tudjuk, hogy a várandóság egy más állapot, és akkor a konfliktusok az ellenoldalon fognak elindítani egy programot. És itt van a birtokkijelölési konfliktus, ez is nagyon aranyos, igazi olasz film, kinyitja a nő az ajtót, és hatalmas veszekedésbe kell, hogy miért az én ágyamban, miért az én házamban, miért nem mentetek el valahova, hogy is mondjam. Szóval, és az a legnagyobb probléma, hogy összegyűrték az ágyneműjét, és hogy az ő ágyába bújtak bele. Na ez lesz a hólyaghurut, amikor gyakran megyünk pisilni. 2 percenként mindig van egy kicsi kijelölni való területünk. Ugye a kutya is vizelettel jelöli körbe a területét. És itt van az utolsó bejegyzés. Már nem szereti a férjét, neki is van barátja, és ha nincs konfliktus, nincs betegség. Ez nem azt jelenti, hogy Hammer doktor azt ajánlja, hogy mindenki tartson magának tartalékban egy barátot. Ez csak arra utal, hogy ha nincs érzelmi megrázkódtatás, annak nem lesz biológiai következménye. Tehát nincs biológiai válasz meg nem oldott érzelmi megrázkódtatás nélkül. Ugye a második biológiai természet törvényben Hammer doktor leírja, hogy minden 2 szakaszban zajlik, van egy konfliktus aktív és van egy megoldási szakasz. A konfliktus aktív szakasz arról szól, hogy nem tudok aludni, hajlalszok, felébredek, esetleg éjjel 4-kor, 3-kor tudok végre elaludni egy kicsit. Ketyeg a szívem, fönt van a vérnyomásom, izzad kezem, lábam, nincs étvágyam, nem eszem, lefogyok, mert egyfolytában, gondolatilag, érzelmileg abban zakatolok, hogy hogy kéne megoldani az adott konfliktust. A konfliktus aktív fázis nem véletlenül kék színnel van jelölve, ugye hideg tünetek jelennek, hideg a kezem, hideg a lábam, és ez alatt, az idő alatt a biológiám
már biológiai választ ad arra, segítséget ad nekem arra, hogy megoldjam a konfliktust. És ha méhnyakrákról, illetve mondjam azt, hogy mészájsebről beszélünk kezdeti szakaszban, akkor csak arról van szó, hogy lehet, hogy a férjem valakit megnézett, és én azt hittem, hogy egy hölgyre nézett, közben a hölgy hátánál levő autót csodálta. Tehát teljes félreértéseken alapulhat egy ilyen történet, van rá sajnos példánk, hogy a hölgynek attól lett mély nyak problémája, hogy teljesen félreértett egy helyzetet, amit egy kicsit későn beszéltek meg, de ennek ellenére is tökéletesen meggyógyult. Tehát ameddig ez nincs feloldva, az a hölgy nem fog nyugodtan aludni. Ezen zakatol az agya. És biológiailag mi történik? Egy nagyon értelmes dolog. Ugye, hölgyeim, tudjuk, hogy a férfi emberrel nagyon egyszerű bánni. Két ponton lehet megfogni. Az egyik a gyomra, a másik kicsit lejjebb van. Na ugye biológiailag ezt próbálja a mély száj nyálkahártya sorvadásával megoldani a biológia, hogy megfogja a hímtagot. Egyszerű történetről van szó, így működünk biológiailag. Ha megoldódik a konfliktus egyszer s mindenkorra, akkor természetesen, hogy jönnek már majd a fájdalmas tünetek, jön a vérzés, a gyulladás, és az epileptoid krízis az, amikor mindig bőséges vérzéssel az egész seb be fog gyógyulni, majd a megoldást követő fázisban, hát fáradékonyság, gyengeség, de jó hangulat, jó közérzet, éhes vagyok, és tulajdonképpen csak enni szeretnék, enni és aludni szeretnék. Nos, ha ilyen egyszerűen zajlanak le a dolgok, ugye rá meg adódik a kérdés, hogy mitől lesznek krónikus betegségek. Hát itt van az a három lehetőség, meg hát ezek kombinációja természetesen, ami a krónikus betegségek okait egyértelműen megmagyarázza, akármilyen betegségről legyen szó. Na most, ha meg sem oldom a konfliktust, és itt van ezzel az ábrával még találkozni fogunk a mai este, ez azt jelenti, hogy folyamatosan csinálom a krátert a méhnyakban, és egyre nagyobb kráter lesz belőle az idő teltével, és harmadosztályú méhnyakrákról beszélhetünk. De teszem azt, a történetet lezártuk, itt van a második, a policiklikus lefolyás, de azért egy hónapban egyszer van egy olyan eset, amikor újra eszembe jut a történet, vagy elmegyünk ugyanabba a bálba, vagy ugyanabba a társaságba, ahol az én férjem félrenézett. Na most akkor ez azt jelenti, hogy minden hónapban ezt a programot újra elindítom, leállítom. Ugye ez lesz a policiklikus lefolyás, vagy ahogy ezt manapság fogalmazunk, itt lesznek a recidivák. És aztán, ha ezt így csináljuk, hogy bontok építek, akkor a méhnyakon nem hámhiány, hanem szövet szaporulat fog megjelenni, ez lesz a méhszájon a polip. Aztán itt van a harmadik lehetőség, amikor függő gyógyulásról beszélek. Láthatjuk, hogy ezekben a történetekben nem epileptoid krízisek ezek a kékszínű dolgok, hanem újabb és újabb rövidke konfliktus aktív fázisok, amelyek a megoldási szakaszt, ami itt van, ezt akasztják el, tehát ezért nincsen befejezve az egész. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan fent fog maradni a megoldási szakasz, és ez azt jelenti, hogy ilyen-olyan vérezgetések elő fognak fordulni. Na de lépjünk tovább általánosságban a dolgokról, mert ugye sokan azt mondják, hogy ez a germán gyógytudomány, ez egy alternatív gyógymód. Nem kérem szépen, ennek tudományos alapja van. És a tudományos alapját pontosan az embriológia adja. A betegségek kialakulásának a megértése az embriológián, vagyis az egyetfejlődés ismeretében rejlik. Kérem, ebből minden orvos levizsgázott. És ahogy levizsgáztunk, úgy el is felejtettük, mert jött a következő vizsga. És mivel ez a gyakorlatban nincs benne, ezért természetesen, hogy az illető már nem emlékszik rá. Honnan emlékezne? Tudjuk, hogy van három csira lemez. Igen. Amikor megtörténik a megtermékenyítés, és elindul a megtermékenyített petesejtnek a nagyon gyors osztódása, akkor azt jelenti, hogy a 8. napra ez a megtermékenyített pete, mint egy szeder csirra állapotba bejut a mély üregbe. Olyan gyorsan szaporodik, mégse nevezzük daganatnak. Úgy látszik, ez egy jó indulatú daganat, mert ebből gyerek lesz, vagy nem. Szóval, hagyjuk a viccet, ez egy valós történet, nagyon gyors
az embrionális sejtszaporodásról beszélünk, de mielőtt ez a megtermékenyített petesejt, ez a szedettségre állapot beágyazódna, felvenni a kapcsolatot a ménnyálkahártyával, létrejön a három csíra lemez, és itt látjuk három színnel, sárga, narancs és piros színnel a három csíra lemezt ábrázolva Hammer doktor szerint. Na most minden sejtünk, minden szövetünk a három csíra lemezből alakult ki, mint az elültetett magból kinő a növény, aminek van gyökere, szára, levele, virága, stb. Minden egy magból nőtt ki. Így van? Tehát itt is a megtermékenyített petesejtből alakult ki minden többi sejtünk, és a színek mutatják a három csíra lemezből, milyen szervünk, milyen szövetünk alakul ki. Nos, az alsó vagy belső csíra lemez, amit itt sárga színnel jelez Hammer doktor, hivatalosan endodermának, belső csíra lemeznek nevezzük, látjuk, hogy az agytörzs vezérli. Az összes sejtünket, tehát ami a belső csirralemezből származik, a legősibb agyi részünk az agytörzs vezérli, és biztosítja számunkra az alapvető életfeltételeket. Réka, mi szükséges ahhoz, hogy túléljünk? Mire van szükségünk? Nyilvánvalóan táplálékra, vízre, levegőre. Így van. És ennyi elég az élethez, kérem. Táplálék, víz, levegő, de az agytörzs még a fényfalat és a hangfalat konfliktusokat is vezérli. Nos, itt ugye a tápcsatornát látjuk ábrázolva, mert ha falat konfliktusról beszélek, akkor ugye nyilván a táplálék falat jut eszembe, de ne feledjük, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió közt, és azt is falatnak fogom fel, amit már nagyon meg szeretnék kapni. Tehát nem csak a fagylalt a falat a nyári forróságban, hanem mondjuk egy autó, egy ház, nagyon szeretne egy hölgy egy házat végre megkapni, hogy meglegyen a biztos fészke. Akkor, amikor megkapja a házat, a mandula gyulladása fog kialakulni, mert az addig, ugye amit megkapok, azt a mandulámmal fogom be, az addig vágyott falatot megkaptam, és a sejt plusz lebontom, és mandula gyulladás lesz a következménye. Nos, a középső csirralemez narancssárga színnel jelöli Hammer doktor, és látjuk, hogy két idegi központ az, ami vezérli ezeket a sejteket. Az agytörzs fölött találjuk a kisagyat. Itt látjuk narancssárga színnel. A kisagya támadási és a gondozási konfliktusokat vezérli. Tehát nyilvánvaló, amikor az egri vitézek hallották a török közelettét, akkor nem lebontották az egri várat, hanem megerősítették. Tehát mi valahányszor támadási konfliktust fogunk megélni, a kisagy vezérletével az írha lesz az, ami megvastagodik, illetve azok a burkok, amelyek védik a belső szerveiket, hashártya, mellhártya, szívburok. Az írhának része a verejtékmirigy és a fagyúmirigy, tehát amikor gondozási konfliktust élek meg, hülyére aggódom magamat. Túl sokáig, túl erősen aggódok egy szeretett élőlényért, akkor a mellnek a tejtermelő sejtjeit fogom fölszaporítani, annak függvényében, hogy anyagyerekről vagy partnerről van szó. Itt jön be a kezesség kérdése. Na de miért? Azért, mert a mellnek a tejtermelő mirigy állománya egy átalakult verejtékmirigy, a verejtékmirigy pedig az írhához tartozik, ez pedig a kisagy vezérli. Ugye milyen egyszerű? A bemocskoltsági konfliktusra is az írha fog fölszaporodni, lebomlani, de ezt nem részletezem a bőrrel kapcsolatos webkonferencia anyagban, ezt mindenki megnézheti. Itt látjuk fölött ezt a kifliszerű agyi képletet, úgy hívjuk, hogy agyvelő vagy fehér állomány. Nos, ez az agyvelő az önleértékelési konfliktusoknak a vevő központja. Itt vannak azok a relék, agyi magvak, amelyek az önleértékelési konfliktusra elindítják, a önleértékelés az önpusztítás, a hozzájuk tartozó szervekben, szövetekben a szövet pusztítást. Na most, és mire hat? A mozgással kapcsolatos szerveinkre hat. Mi kell a mozdulathoz? Csont, csontokat összekötő ízület és inak, csontokat elmozdító izmok, izmokat ellátó erek és kötőszövet, zsírszövet. Tehát ez az ötféle szövet az, ami önleértékeléskor mindig először sorvad, majd a megoldási fázisban visszaépül, hát fájdalmasan.
A lényeg az, hogy az önleértékelés témája, maga a DHS meghatározza, hogy melyik részemet fogom lebontani, az önleértékelés erőssége pedig meghatározza, hogy adott helyen mit bontok. Azok, akik nyakosan ragaszkodnak az igazságukhoz. Ha nem adják meg az igazukat, akkor természetesen a nyaki részt bontják le. Ha enyhe fokú dologról van szó, nyilván a nyaki ütőerek elmeszesedését fogja okozni, mert bontok, építek, és egyre többet építek vissza, az a drága jó koleszterin csak azért jön oda, és pont csak arra 15 centire, hogy az általam kiváltott sebet begyógyítsa. Tehát, mint a festők, a glettel eltüntettem a repedést. Ennyi. De ha erősebb ez az önleértékelés, mert nekem nem adtak igazat, az már pedig nagyon keményen igazam van, akkor képes vagyok a nyaki gerincoszlopomat is lebontani. Az agykéreg piros színnel jelölve a nyilván a piros színű ektodermális külső csirralemezből származó sejtjeinkre hat, és ez először mindig sejtszintű bontást, majd megoldásban visszaépítést fog elindítani, de ne feledjük, hogy az agykéreg képes arra is, hogy ne a sejtek bontásával építéssel, hanem a sejtek működésének a megváltoztatásával segítse a túlélésünket, és mondjuk ilyenkor leszünk cukorbetegek, vagy mondjuk ilyenkor érezzük lebénulva valamelyik izmunkat. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és hát ne feledjük, hogy az agykéregbe csapódnak be a birtokkal kapcsolatos konfliktusaink, valamint a szemből jövő, a jövőből érkező félelmeink, a múltból érkező félelmeink, és természetesen innen indul ki az akaratlagos mozgás is. Ez a piros baba az elválasztási konfliktust érzékelteti, mert ugye az elválasztásnak két vége van, mint a botnak, vagy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni. Ez mindig a bőrnek a bontásával indul, amit neurodermitisnek nevezünk, mert hűvös a bőr és érzéketlen, aztán a megoldásban jönnek a megfelelő tünetek. Nos, lépjünk tovább ezen, mert ebből jött létre a harmadik biológiai természettörvény. Most már értjük, hogy konfliktus aktív szakaszban vagy sejtet építek, vagy sejtet bontok, vagy működést változtatok. És a megoldási szakaszban ennek a fordítottja fog történni. Mert amint említettem, ha mandula sejtjeit felépítettem a konfliktus aktív szakaszban, akkor természetesen genyesedés, láz, hidegrázás, stb. Úgynevezett betegség tünetek közepette lebontom a felesleges sejteket. Ugyanúgy, ha lebontottam a sejtjeimet egy elválasztási konfliktus során, akkor a megoldásban vissza fogom építeni vagy a csontomat, vagy az ízületemet, vagy egyebet. Vagy ha leblokkoltam konfliktus aktív szakaszban egy működést, akkor a megoldási szakaszban ezt a működést helyre fogom állítani. És itt jön az összefüggés, ott van 87-ben fedezte már ezt Hammer doktor, hogy mi az összefüggés az egyes szövetek, csíralemezek és a bennünk élő, még egyszer mondom, a bennünk élő mikroorganizmusok között. És nem arról beszélek, amit biológiai fegyverként állítanak elő, és természetesen ezek ellen védtelenek vagyunk. Nos, ezeket a fegyvereket tesztelik le harmadik országokban, de hát itt most germán gyógytudományról beszélünk, és a bennünk élő gombák vajon mit csinálnak? Hát lebontják azokat a sejteket, amelyeket az endodermális szerveink túlszaporítottak, és természetesen a gombák lesznek azok, amelyek segítenek nekünk a felesleges sejteknek az eltüntetésében. Nyilvánvaló, hogy endodermális dolgokban jelenik meg. Mondjuk mély nyálkahártya lebontása fogja a fehér folyást okozni egy adott történetben. A mezodermánál a baktériumok azok, amelyek segítenek visszaépíteni mindazt, amit mi lebontottunk, illetve ne feledjük, hogy a meldaganatnak a lebontását viszont a gomba baktériumok, a TBC baktériumok segítik elő. És itt vannak a vírusok, amelyek az ektodermához kötődő sejtjeinket segítik visszaépíteni. És természetes, ha a HPV-nek nevezett humán papilloma vírus megjelenik egy adott
történetben, ugye a méhnyálkahártyáról kimutatható, az csak azt jelenti, hogy annak a hölgynek, hála Istennek, ott vannak a segédei, akik segítenék ezt visszaépíteni. Tehát az oltár senkinek nem fogja a konfliktusát megoldani. Szerintem féltékenység ellen hiába adunk HPV oltást valakinek. A legfontosabb dolog az lenne, hogy megtanuljunk normális kapcsolatban élni, és nem HPV-vel egyéb kellemetlenségeket elindítani a lányoknak a szervezetébe. És az ötödik természet törvény teszi fel Hammer doktor munkásságára a koronát, hiszen rámutatta arra Hammer doktor, hogy mindaz, ami a szervezetünkben történik, az nem Isten verése, nem a sors csapása, hanem a tudatlanságunk. A biológia, az anyatermészet, az mindig arra törekszik, hogy helyreállítsa az üzemzavart, amit mi elindítottunk. Ezek azért értelmes biológiai különprogramok, mert ha kinézünk az életbe, a természetbe, minden, ami él, az élni akar. Mi a programja minden élő lénynek? A túlélés és a faj fenntartása. És ezt nem nevezhetnénk szerintem rosszindulatú programnak. A kérdés csak értem vagy nem értem, mit tesz a biológiám, én értem. És ha ezt megértettük a germán gyógytudományból, és mondjuk szenvedünk, akkor tudjuk, hogy ennek a szenvedésnek értelme és vége is van. És nem ellenünk történik. Lehet, hogy fáj az ízületem, de végre lezártam egy igazságtalansággal kapcsolatos történetet, és a történet végére az adott terület még erősebb lesz, mint volt. Nagyon sokat lehetne még erről beszélni, de természetesen az öt biológiai természet törvényről egy bő előadás áll rendelkezésünkre, és nem szeretnék ebben részletesebben belemenni, hanem inkább a 40. esetet, az utolsó eset, teszt eset, ami a Kieli Egyetemi Női Klinikán történt 82. március 2-án, ezt szeretnénk itt most bemutatni. A 40. eset. A következő eset a Kieli Egyetemi Női Klinikán történt. Az önök számára érdekes lehet, hogy a vizsgálatokat Kielben 1982. januárjában kezdődnek. Tehát mindössze 3 hónappal a rákvas törvényének felfedezése után. Ez az eset 1982. március 2-án vette kezdetét. Akkoriban még sok mindent nem tudtam, az biztos, írja Hammer doktor. Ennek ellenére a diagnosztikai precizitás már nagyfokú volt. Professzor Sam reakciója pedig tipikusnak mondható. Így utólag nomen erat omen. Az utolsó eset, teszteset a Kieli Egyetemi Női Klinikán. 1982. március 2-a. Jelen van dr. Hammer, a beteg neve Gertrud S., született 1899. február 3-án. A diagnózis méhnyakkarcinóma előre haladott állapotban. A szövettan labhámkarcinóma 3. stádiumban. Felfedezve 1981. novemberében, amikor is a vérzések, vagyis a manifestáció időpontja is megjelölhető. December elején diagnosztizálták a klinikán. A betegség felfedezéséig eltelt időszak 1980. január-februártól 1981. novemberéig. Ebből aktív konfliktus tömeg felhalmozódása 1980. január-februárjától máig. Amiről szó van? Addig a napig a páciens számára a legsúlyosabb sorscsapás szerelme halála 1971. novemberében, 49 év szerelem után. A gyász 1971 végétől 1973 elejéig körülbelül 15 hónap. Nincs konfliktus, nincsenek szexuális konfliktus tünetek. A konfliktus tömeg felhalmozódása címszavakban. A páciens valódi traumát élt át élete során, a szerelme halála utáni gyász, akit ő férjének és szerelmének nevezett, mérhetetlenül megviselte, annak ellenére, hogy nem házasodtak össze. Ahogyan ő maga, a férfi is a nép és világgazdaság professzora volt. Egyetemistaként nála doktorált is habilitált, és docensként 15 évig dolgozott vele. Ez egy forró, erősen szexuális tartalommal bíró plátói szerelem volt.
A páciens életében az első sorscsapás a professzor halála volt 1971. novemberében, amely az első, legnagyobb traumáját jelentette. Úgy érezte, hogy 1973. márciusára nagyjából túltette magát férje halálán. Akkoriban a páciens nem vizsgálták meg. Nem alakulhatott ki méhnyakkarcinóma, mert nem volt semmilyen szexuális konfliktus, szimptomatika. A férje 78 éves korában hunyt el. Úgy tűnik, hogy a páciens számára ez sorscsapás jelentett, hiszen semmit sem hányhatott a szemére. Mégis úgy tűnik, hogy ez volt a páciens számára az addigi legsúlyosabb sorscsapás. Azonban úgy tűnik, hogy akkoriban nem szenvedett el konfliktust. A páciens 1980. januárjában szenvedte el a legsúlyosabb konfliktust. A férje, professzor M., aki agleginként hunyt el, és gyermekei sem voltak. A pácienst, a feleségét tette meg végrendeletének végrehajtójának. Terjedelmes képgyűjteményét pedig a Husum Múzeumra hagyta. És noha már 10 év eltelt a halála óta, az ügyét még csak részben bonyolították le. A levelezéseit, a személyiségének megértését és méltatása céljából szintén a múzeum rendelkezésére kellett bocsájtani. 1979. decemberében a professzor teljes levelezését kiküldték a páciensnek, hogy kiválassza azon leveleket, amelyeket a múzeum számára fontosak lehetnek. A csomagban voltak a csaknem 60 évvel korábbi szerelmes levelei, amelyek titokban a házas özvegyet emlékeztették mindenre, életének legszebb időszakára. A páciens még emlékszik rá, hogy néhány napig, 1980 elejéig nem nyúlt a kis csomagokba kötött levelekhez, mert nem bízott magában. Ezután kinyitotta a levélköteget. Doktor úr, ez volt a legszörnyűbb, ami valaha történt velem. Sokkal rosszabb volt, mint a férjem halála. Nem hetekig, hosszú hónapokig, éjt-nappal látéve vigasztalhatatlanul zokogtam. Azon a reggelen, amikor az első 1922-ben írt szerelmes levelet elolvastam, mintha villám sújtott volna. Minden, amit a levél felidézett bennem, újra megelevenedett lelki szemeim előtt. Mindent, de mindent, ami akkoriban a hajadonoknak nem volt engedélyezett, megadtunk egymásnak, amit a szerelmesek és titokban házastársak csak megadhatnak egymásnak. Mindezt újra átéltem, és óriási csapásként ért, hogy a szerelmem halott. Szörnyű. Iszonyatos. Nem tudtam szabadulni ettől az érzéstől, fogva tartott és többé nem engedett. A lélek. Differenciált, introvertált, nagyon intelligens személyiség. Némileg fiatalosabb a koránál. Egyike azon ritka embereknek, akik bár tipikus tudós, sőt persben a férjén kívül senki sem kaphatott helyet. Differenciált, introvertált, nagyon intelligens személyiség, némileg fiatalosabb a koránál. Egyike azon ritka embereknek, aki bár tipikus tudós, sőt perfekcionista, gazdag és bensőséges az érzelemvilága, amelyben a férjén kívül senki sem kaphatott helyet. A szociális előtörténet. Hajadon nyugállományban lévő gyermektelen, a népgazdaság professzora. Visszavonultan él, vannak unokáicsei és unokahúgai, de nem fűzi hozzájuk szoros kapcsolat. Barátságos csodabogárnak tartják. A betegségek. 1953 mióma miatt abrázió, kikaparás. 1974 foggenyesedés. 1977 övsömör, fájdalmas és hosszadalmas, különben soha nem volt komoly betegsége. A konfliktus tömeg felhalmozódásáról. Ennek az esetnek egy különleges dinamikája van, amelynek segítségével a hagyományos orvoslás képviselője, professzor Sam azt mondta, hogy a Hammeri rendszer őrültség. Végül Hammer doktort, ahogyan ezt később tudomására jutott, ostoba eretneknek nevezte, aki a hagyományos orvoslással szembeszegült, szidalmazva és megszégyenítve kirúgták a klinikáról. Professzor Sam úr olvasta professzor Holtzman úr és Time kiadó orvosi munkatársa írt nekem is levelét, amelyből kiderül,
hogy nem akarják megjelentetni a rák vastörvénye témában írt cikkemet, hanem először hallani akarták, hogy professzor Sam mit szól ehhez, vagyis szerinte Hammernek igaza van-e. Az Isten szerelmére mondta nekem később, nem fogok minden orvost az ellenségemmé tenni és igazolni, hogy igazuk van. Ha kezdetektől fogva tudtam volna, hogy a habilitációról van szó, és hogy nekem, és hogy ez milyen nehézségeket fog jelenteni számomra, egyetlen esetet sem vizsgálhattak volna meg az itteni klinikán. Másnap reggel, miután Prof. Sam megkapta dr. Holzman levelét, vizitet tartott a privát szobáiban. Az egyik szobában beszélgetett a 83 éves hajadon egyedül élő nyugalomban lévő beteggel, a népgazdaság egykori professzorával, akit a harmadik stádiumban lévő ményak karcinoma miatt feküdt az osztályon. A vizit alkalmával megkérdezte a pácienst, hogy az elmúlt két évben volt-e bármilyen, akár szexuális konfliktusa, vagy egy baráttal, vagy egy ismerőssel volt-e kapcsolata? Az idős asszony a valóságnak megfelelően nemmel válaszolt, és elmondta, hogy egyedül él, senkivel sincs vitája vagy konfliktusa, nincs barátja vagy ismerőse, mert már több mint 10 éve elveszítette őket. Ezután dr. Sam odakint az ajtó előtt így szólt az asszisztenséhez, dr. Grillóhoz. Akkor most Hammernek kell megvizsgálnia és kikérdezni ezt az idős asszonyt, mert ő sem találhat itt semmiféle konfliktust. Akkor szembesítjük azzal, hogy amit kitalált, értelmetlen ostobaság, és kidobjuk a klinikáról. Akkor Istennek hála, elegánsan megszabadulhatunk tőle. Várja meg őt az osztályon, és közölje vele, hogy mondani való van számára. Amikor egy órával később az osztályra értem, a kollégám Grillo úr ellenségesen így szólt hozzám. Hammer úr, a főnök nyomatékosan arra kérte, hogy vizsgáljon meg egy privát beteget. Hajlandó rá? Nagyon szívesen. Mint minden betegnek, a privát páciensnek is van lelkük, és alapjában véve ugyanolyan konfliktusaik vannak, tehát mi lehetne eltérő? Mi baja van a hölgynek? Ményakkarcióma harmadik stádiumban, de a korlapját nem láthatja, a főnök megtiltotta. Nem is szükséges. A szövettani diagnózis egyértelmű még akkor is, ha előre haradottabb állapotban van. Vitathatatlan. De előtte pontosan rögzíteni szeretnénk, hogy pontosan mit gondol erről az esetről a rák vastörvénye alapján. Egyetértek. Ez így korrekt. Tehát a hölgy, ahogyan ön állította, mikor szenvedte el élete legsúlyosabb konfliktusát? Mikor észlelte a beteg az első tüneteket? 1981. november végén. És ekkor már a harmadik stádiumban volt? Igen. Ha a páciens fiatal, ez némileg szokatlan lenne, a konfliktust 1980 májusában vagy júniusában szenvedte el, annak alapján, hogy a folyamat mennyire előre haladott. Ha a páciens idősebb vagy már öreg, a konfliktus időpontja 1980 elejére tehető, mert idős emberek esetében ezek a folyamatok lassabban zajlanak. Jó, mondjuk 1980 elején történt valami januárban vagy februárban. Méhnyakkarcinómáról van szó, tehát ez egy szexuális konfliktus volt, nem igaz? Pontosan. Rendben, ezt pontosan feljegyzem. Meddig tartott a konfliktus? A legnagyobb valószínűséggel a konfliktus egész idő alatt aktív volt, 1981. novemberéig, a betegség felfedezéséig. Az ezután eltelt időszakról nem tudok nyilatkozni. Rendben, minden pontosan feljegyeztem. Hammer úr, a kollégám és én sok szerencsét kívánunk a vizsgálathoz, ugyanis a hölgy 83 éves nyugállományban lévő professzor jelentős agyiszklerózissal. Hajadon egyedül él, nincs barátja vagy ismerőse, és megbizonyosodtunk róla, hogy az elmúlt két évben semmiféle konfliktusa nem volt. Az elejétől fogva nyilvánvaló volt számomra, hogy rá akar szedni. De kinevetem önt. A törvényszerűség pedig, amely a rendszer sajátja, önt neveti ki, azt nem tudja rászedni. Ellenkezőleg. Udvariasan meghívom, hogy jelen legyen a vizsgálatnál, hogy utána ne vádoljon boszorkánsággal. Nem, erre semmi szükség. Az idős hölgyet bármikor újra megkérdezhetjük, ha valami nem világos számunkra.
Inkább itt várnánk meg, ugyanis egy üzenetet kell átadnunk a főnöktől. Tudom is, hogy mit. De ezen is nevetnem kell, mivel úgy tűnik, hogy a főnöke épp oly keveset fogott fel ebből, mint ön, ugyanis ez nem Hammer hóbortja, amelyet az ember kedve szerint manipulálhat, hanem egy vastörvény, amelyet Hammer épp oly kevéssé képes manipulálni, mint ön. De a szövettani vizsgálat valóban ezt mutatja? Igen, becsület szavamra. Rendben. Akkor tehát még valamit feljegyezhetünk. Egy. Egy 83 éves paciens 20-22 hónappal ezelőtt élete legszörnyűbb konfliktusát szenvedte el, aminek valószínűsége egy az ezerhez. Egyetértek, ez nagyon valószínűtlen, feljegyeztem. Kettő. Az, hogy egy 83 éves hölgy paciensnek szexuális konfliktusa volt, annak a valószínűsége szintén egy az egy ezerhez? Igen, sőt még kevesebb, csak nem a nullával egyenlő. Rendben. Három. Az, hogy egy ilyen idős asszony konfliktusa ilyen hosszú ideig tart, annak is egy az ezerhez a valószínűsége, vagy még kevesebb? Ezzel is egyetértek, ez nagyon valószínűtlen. Mindent feljegyeztem. Az ön számára is világos tehát, hogy annak a valószínűsége, hogy ez a valószínűtlen három kritérium véletlenül egy pontban találkozik, kevesebb, mint egy a 10 millióhoz. Ebben az ügyben számításokba bocsátkozni értelmetlen. Tehát 10 millió ilyen idős páciens esetében csak véletlenül találhatunk egyet, akinél ez a helyzet állt elő, igaz? Pontosan, gyakorlatilag egyet sem. Tehát, ha ennek ellenére, ami teljesen valószínűtlen, amit mondja, hiszen ön már tájékozódott e felől, a várakozásainkkal ellentétben a rögzített időpontban mégis szexuális konfliktus szenvedett el, ami ennyi ideig tartott, akkor ön barátságosan írásban igazolni fogja, hogy a rendszerem, illetve a rák vastörvényének a valószínűsége egy a 10 millióhoz, vagy még valószínűbb, ha ehhez hozzáadjuk, hogy ön előzetesen már meggyőződött ennek az ellenkezőjéről. Nyugodt lelkiismerettel állíthatom, hogy ez nem fog bekövetkezni. 10 milliószor olyan valószínű, hogy át fogjuk adni a főnök üzenetét, amelynek tartalmát ön már gyanítja is. Várjuk ki a végét. A páciens kikérdezése mindkettőnk számára nagyon megerőltető volt. De nem azért, mert a páciens cerebrális szklerotikus volt, ahogyan azt a kollégák gyanították, hanem mert nagyon befelé forduló és zárkózott volt, bizalmatlan és félős, és alaposan megfontolta, hogy a belső világát megossza idegen emberekkel. Azonnal megértettem, hogy ez a páciens időskora ellenére az utolsó részletekig minden kérdésemet megértette, és a személyiségembe vetett növekvő bizalommal pontosan minden részletre kiterjedően megválaszolta. A történet röviden. 1922-ben a fiatal páciens, aki népgazdaságot tanult Aachenben, megismerkedett egy fiatal docenssel, akinek doktorált, majd habilitált, és akivel 1939-ig az Aachen-i Egyetemen dolgozott. 1939-ben áthelyezték Kielbe, ahol egy másik professzorral dolgozott együtt a Világgazdasági Intézetben. A kieli professzorral nagyon jól megértette magát, aki 1969-ben idős korában elhunyt. Szomorú, hogy elhunyt, de van, amin nem lehet változtatni. Számomra nem volt olyan nehéz, hiszen Prof. M. Aachenben ekkor még életben volt. Prof. M. mikor halt meg Aachenben? 1971-ben, 78 éves korában. Ez számomra nagyon nehéz volt. Ez volt az addigi legnagyobb sorscsapás az ön számára? Igen, a legnagyobb. Szörnyű volt. Ön fiatal tanulóként ismerte meg későbbi kollégáját, aki asszisztens vagy fiatal docens volt, és csak néhány évvel volt idősebb önnél. Az ön számára többet jelentett, nem csak egy kolléga volt, nem igaz? Doktor úr, úgy kérdezi tőlem, mintha olvasni tudna a lelkemben, mint egy nyitott könyvben. Erről még nem szóltam senkinek egy szót sem. Igen, igaz, a férjem volt. Ez kettőnk csodálatos titka volt. És csaknem 50 esztendeig, a haláláig hűek voltunk egymáshoz.
Akkoriban az első világháború után még nem tehettünk meg mindent, amit akartunk úgy, mint ma. Titkos házastársaként mindent megadtunk egymásnak, amit csak adhattunk. Csak gyermekünk nem lehetett. És olyan szegények voltunk, hogy összesen házasodhattunk. De végtelenül szerettük egymást, később is, a nagy távolság ellenére. Minden nap írtunk egymásnak, telefonon beszéltünk, és gyakran meglátogattuk egymást. Valami csodálatos dolog volt kettőnk között, sokkal szebb, mint a legtöbb házaspár között. A halála hatására egy boldog asszony, magányos öreg özvegy lett. Hiszek önnek, professzor asszony, ez lehetett életének legnagyobb sorscsapása. Meddig tartott, amíg valamennyire bele tudott törődni férje halálába, és alább hagyott ez az óriási fájdalom? A legszörnyűbb időszak jó egy évig tartott, ezután bezárkóztam és visszavonultam. Professzor asszony, azt hiszem, valóban olvasni tudok a lelkében, mint egy nyitott könyvben. Minden úgy történt, ahogy elmondta, de a legfontosabb dolgot elhallgatta. Másfél-kettő évvel ezelőtt a professzor személyét illetően egy szörnyűséget élhetett át, egy súlyos konfliktust, amelyet még soha életében és amelyen máig nem tudta magát túltenni. A páciens rémülető tárgyra nyílt szemmel, sápadtan, egész testében remegve, ahogy a beteget még soha nem láttam remegni, száll egyenesen felült az ágyban. Doktor úr, az Isten szerelmére ezt honnan tudja? Soha nem beszéltem erről senkinek. Sírni sem látott soha senki. Igen, így történt. Abban a hónapban éltem át a legnagyobb fájdalmat életemben. Egyszerre volt csodálatos és szörnyű. És igaza van, azóta is állandóan csak erre tudok gondolni egész nap és éjjel is, ha nem tudok aludni, ami nagyon gyakran előfordul. Professzor asszony, jó, hogy tudunk beszélni erről. Remélhetőleg erre gyakrabban lesz alkalmunk, ha az ember egyszer is beszélni tud erről valakinek, aki megérti, akkor már fele olyan rossz. Meg fogja látni. Ezután a páciens mesélni kezdett. A konfliktus idejét napra, órára pontosan meg tudta határozni. A férjének volt egy nagy képgyűjteménye, sok saját festménnyel, amelyet a Huszti Múzeum számára hagyományozott. Mivel ő sem volt házas és nem voltak gyermekei, a páciens nevezte meg végrendeletének végrehajtójaként. A képek már a halála után a Husztumba kerültek, de a személyének méltatása céljából a legfontosabb levelezései, publikációi, kéziratai is át kellett adni a múzeumnak. 1979. decemberében a páciens egy nagy köteg levelet kapott, többek között a saját szerelmes leveleit, amelyet a férje időrendi sorrendben gondosan megőrzött. A páciens még pontosan emlékezett arra is, hogy néhány napig nem nyúlt a levelekhez. Ezután azonban valami mágikus hatalma által órára pontosan meg tudta határozni az időpontot, elővette a 60 évvel azelőtti szerelmes leveleit, és így szólt. Doktor úr, még arra is pontosan emlékszem, hogy hogyan bontottam ki az első levélköteget. Ezek voltak a férjemnek írt első szerelmes leveleim. Teljesen megbénított. Csodálatos volt, de iszonyatos. Egyszerre voltam boldog és vigasztalhatatlan. Egyszerűen szörnyű volt. Doktor úr, nem hetekig, hosszú hónapokig, étnappal látéve zokogtam. Csak zokogtam. Iszonyatos. És mégsem tudtam szabadulni a levelektől, mágikus erővel vonzottak. 1980. január 3-ától minden újra lezajlott a lelki szemeim előtt. Minden egyes levél arra a gyengétségre emlékeztetett, ami köztünk volt. Életem legszebb és leggondatlanabb időszakára. Akkoriban olyan boldog voltam, és mindent megadtam neki, amit egy szerelmes asszony végtelenül szeretett férjének meg tud adni. És mindezt újra átéltem, minden egyes gyengét pillanatot, mintha a férjem még élne. És ha arra gondoltam, hogy a szerelmem már halott, akkor zokognom kellett. Egyre csak zokognom. És ez máig nem változott. Amennyire tudtam, megvigasztaltam a pácienst, és megígértem neki, hogy minden nap eljövök, hogy beszélgessünk. Ezután halkan, mélyen szégyelve magam kisurrantam a szobából. Ez a ragyogó, elemésztő szerelem minden Júliának becsületére vált volna. Hősként csodáltam ezt az idős asszonyt, és egyszerre éreztem részvétet
ezzel a csodálatos, magányos emberrel szemben. Azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnám elnyerni a klinika főnökének engedélyét, hogy segíthessünk ennek az idős asszonynak. Odakint, kárőrvendően, vigyorogva vártak rám a kollégák. Sokáig tartott, feltehetőleg minden lelki bugyorba betekintést nyert. Isten látja lelkem, nem szórakozásból tettem. El akarom mesélni önnek. Anamnézisem meghallgatása után a kollégák nagyon elcsendesedtek. Micsoda véletlen, hogy egy idős emberrel ez megtörténhet, különös, nagyon különös. Csak egy buta véletlen lehet. Éppen abban a hónapban, és éppen szexuális tartalmú konfliktussal természetesen, hiszen az első szerelem, és még ma is tart, de Hammer úr, ez csak egy óriási véletlen lehet, különben minden fordítva kell, hogy legyen, mint ahogy eddig az orvostudományon belül hittük. Ezt egyszerűen nem tudom elhinni. Grillo úr, feljegyeztük, hogy a történtek valószínűsége egy a 10 millióhoz, vagy még kevesebb. Most barátságosan írásban igazolnia kell, hogy a rendszeren valószínűsége 10 millió az 1-hez. Tegye meg kérem, aztán ellenjegyeztetem a főnökkel. A főnök maga határozta meg a teszteseket. A kollégáknak kutya kötelessége igazolni az igazságot. Azt, hogy a rendszerem és a rák hastörvénye abszolút törvényszerűséggel rendelkezik, ami reprodukálható felülvizsgálat alapján több mint 500 esetben az akadémiai orvoslás kauzális logikus szabályai alapján bizonyítottnak tekinthető. Meg kell mondanom, hogy ez meglep. Úgy tűnik, hogy az eset napnál is világosabb. Furcsa, hogy a páciens a főnöknek és nekem egy szót sem szólt erről a konfliktusról. Pedig megkérdeztük, hogy az elmúlt 2 évben volt-e bármilyen konfliktusa. Hiszen senkivel nem volt konfliktusa, még forrón szeretett, elhunyt férjével sem. Az első mennyei szerelem és a halál, a házasság és a magány közötti ellentmondás volt konfliktus egy 83 éves Júlia számára. Orvosként az embernek szüksége van némi jóságra, hogy megértsen egy másik szegény embert, Grillo úr, milyen üzenetet kell átadni a főnöktől? Az már elveszítette a jelentőségét. Nem tudom, hogy a főnök most mit fog tenni. Ezt egyszerűen még most sem tudom elhinni. Grillo úr, akkor most tovább beszélgethetünk teológiai témákról, a hitről, úgy általánosságban, és különösen az ön hitetlenségéről. De a kauzális logikus kritériumokra irányuló természettudományos orvostudomány területén mi már nem tudunk beszélgetni. Professzor Sam erről az esetről még aznap este tudomást szerzett. Mivel egy professzorról volt szó, a páciens személyében nem mondhatták, hogy Hammer befolyásolta, vagy belebeszélt volna valamit. Professzor Sam számára az egész történet csak még titokzatosabb lett, ezért másnap reggel rögtön magához hivatott, és így szólt hozzám. Akárhogy is, maga csak nehézségeket okoz, és azonnal el kellene tűnnöm, és fel kellene hagynom a vizsgálatokkal. Nekem semmi esetre sem igazolna semmit, és ha még 100 ilyen esetem lenne, az is mind csak nehézséget okozna. Így szóltam hozzá. Professzor Sam úr, azt hiszem, fogalma sincs róla, hogy mit tesz. A felelősséget azért, amit éppen most tesz, egyáltalán nem vállalná, ha tudatában lenne annak, hogy mit tesz. De ha nekem van igazam a rendszeremet illetően, és ennek a valószínűsége mérhetetlenül nagy, akkor ön a világ minden orvosa számára gúnytárgyává válik. A lefolyás. A konfliktus aktív szakaszról. A páciens azt mondja, hogy majdnem minden éjjel erről álmodik. Ez egyszerűen élete központjává vált, és e körül forognak a gondolatai. Megjegyzés. Eddigi 500 esetem közül ez volt az első, amikor a pácienst ennyire megrázták a történtek. De egyben nagyon hálás is volt, hogy most először talált egy embert, akinek mindent kimondhatott. A prognózis. Még nem megbecsülhető.
A páciens első osztályú pszichoterápiás kezelésben részesül. Terápiás javaslat. Első osztályú pszichoterápiás kezelés. A petefészek rádium vagy röntgensugárzással nem jelent megoldást, mivel kiindulhatunk abból, hogy a petefészkek ebben a korban hormonálisan nem aktívak. Hammer-szindróma és a rákvas törvénye. A Dirk-Hammer-szindrómának drámai, órára pontosan meghatározható és szociálisan izolált, és a rákvas törvényének mindkét további kategóriájának pontosan megfelel. Ebben az esetben előzőleg a valószínűség számítás eredménye 10 millió az egyhez. Tehát méhnyakkarcinómával diagnosztizált 83 éves beteg esetében csak véletlenül fordulhat elő ilyen egybeesés a rák vastörvényével. Utóirat. Akkoriban még nem tudtam különbséget tenni a között, hogy a páciens jobb vagy balkezes. Ez a beteg biztosan balkezes volt, aki ezt a szexuális tartalmú birtokvesztés konfliktust a bal agyféltekén szenvedte el. Azonban egy ilyen erősségű birtokvesztés konfliktust egy 83 éves beteg esetében, harmadik stádiumban lévő méhnyakkarcinóma, az eddigi több mint 30 ezer eset között nem láttam. Ez a konfliktus csak szexuális tartalmú lehetett. Becsület szavamat adom, hogy ez a protokoll aznap íródott, amikor a rákvas törvényének érvényessége miatt a Kieli Egyetemi Női Klinikáról szó nélkül elbocsátottak. Ott hospitáltam. A folyamatokat legjobb tudomásom szerint az igazságnak megfelelően írtam le. Ez volt barátom, Gróf Antoine d'Anceau kedvenc esete, aki, ahogy mondta, a 40. esetet legalább 100-szor olvasta el. Mivel az idős hölgy csaknem 20 éve elhunyt, keresztnevének említése pusztán tiszteletből történt, és nem sérti az orvos etikát, teszi hozzá Hammer doktor. Egy több mint 20 éve kiadott könyvről beszélünk, tehát a hölgy története semmilyen orvosi etikát nem sért. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak ennek a történet végighallgatását és a segítőinknek is nagy hálával. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönjük ezt a nemes feladatot, hogy segítettek embertársainknak még könnyebben megérteni ezt az esetet. Mit lehet még tudni a germán gyógytudomány? Hát, amit mindig elmondok, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez. Mert rámutatta arra, hogy a betegségek nem a nemtől, kortól, etnikai hovatartozástól, dohányzástól, stb. Függnek. Tehát nem a statisztikai tényezőktől függnek, hanem egyetlen egy dologtól függnek. Attól, hogy hány fel nem adott érzelmi megrázkódtatásunk van, és hogy ezek konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban vannak-e, vagy elakadtak. A konfliktusoknak a halmozódása pedig befolyásolja a személyiségünket. Ugye a kérgi konfliktusok, birtokkonfliktusok meghatározzák, hogy mániás vagy depressziós lesz a viselkedésünk, a hangulati változásainkat. Aztán a fel nem oldott lelki, érzelmi konfliktusokat, ha feltárjuk és megoldjuk, akkor valójában az okokat oldjuk meg, és nem a következményeket kezeljük egy életen át. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert amint ez látható volt az előbb is, reprodukálható. Nincs benne olyan, hogy egyeseknél ez lesz, másoknál az lesz. Egy szexuális tartalmú konfliktus 83 éves hölgynél is elindítja azt a biológiai programot, ami méhnyakrákhoz vezet. Nem statisztikán, nem állatkísérleteken nyugszik, tehát semmi szükség állatkísérletekre, hiszen az állatok konfliktusait nem vihetjük át az emberekre. Viszont embriológiára épül, és az öt biológiai természettörvényre. És az embriológiát senki nem tudja meghazudtolni, azok kész tények. Ezeket mindannyian tanultuk. Egyszerű, logikus, mindenki által megérthető és megtanulható, csak hogy. Ha nem tudom érzelmileg megoldani mindazt, amit érzelmileg megéltem, akkor szenvedhetek tovább tudományosan, okosan. Szóval én megköszönöm mindenkinek a figyelmét. És még egyszer megköszönöm mindenki figyelmét és a segítőink segítségét is.